Miskolc város legutóbbi közgyűlésén elfogadta a város közbiztonsági beszámolóját. Egyedül a Mi Hazánk mozgalom szavazott nemmel erre az előterjesztésre. Azt gondolom, hogy ezzel a város közgyűlése Pintér Sándor narratíváját erősíti, azt a narratívát, amely arról szól, hogy két hét alatt rendet tesz, hogy rend van az országban és rend van Miskolcon. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy azért ez közel sincs így. A beszámolóban az olyan látszik, hogy a rendőrségnek vannak komoly erőfeszítései, és vannak is olyan adatok, amelyek javultak. De azt gondolom, hogy olyan városban, ahol a rablásoknak a száma 21-ről 32-re nőtt, egy olyan városban, ahol a gyermekkorú elkövetők száma közel meg négyszereződött, egy olyan városban, ahol növekedett az iskola rendőrök száma, és ezen két adat a jövő szempontjából azt gondolom, hogy különösen rossz képben tünteti fel a jövőt, de mondhatnánk azt is, hogy folyamatos az igény a térfigyelő kamerák kihelyezésére, illetve a rendészeti beszámolóból is idéztem egyébként a közgyűlésben, ott ugyanis leírják, hogy vannak olyan buszjáratok a városban, ahol bizony szükséges az egyenruhás jelenlét. Azt gondolom, hogy ezek után nem elfogadható ez a beszámoló. Képviselőként pedig azt gondolom, hogy pontosan most lett volna a város képviselőjének lehetősége egy erős üzenetet küldeni a belügyminisztérium felé, Pintér Sándor felé, hogy bizony baj van a közbiztonsággal Miskolcon, szükség lenne a rendőrök létszámának a növelésére, szükség lenne a bérek emelésére, és hát nyilvánvaló az is látszik, hogy napjainkban már nem csak egyes fideszes vezetésű városok, hanem a balliberális koalíció benne a Jobbikkal is bizony Pintér Sándor kottájából játszik. A miskolciak ebben a kérdésben csak a Mi Hazánk mozgalomra számíthatnak.